A 2020-as év a divatvilág számára sem volt könnyű, hiszen rengeteg nagy bemutató elmaradt, a rendezvények és az online térbe költöztek, de hát az mégsem olyan azért. Az emberek vásárlási szokásai is átalakultak jócskán. Ennek ellenére szerencsére új trendekből idén sincs hiány. Beszélgető partnereink Tomaszovszky Andrea, szín- és stílustanácsadó, és Balog Adri ruhatervező. Sok szeretettel köszöntelek titeket. Sziasztok, és hát bocsánat, muszáj elmondanom, hogy a figyelmes nézők, akik mindig végignézik az adásunkat, láthatták már sokszor az Adri Couture nevű logót, hiszen sokszor viseltük már mi műsorvezetők Adri ruháit, úgyhogy most már át is adom a szót. Az első kérdést azt neked tenném fel, Andrea, hogy idén milyen lesznek az irányvonalak, a trendek a vonalak mentén, illetve a formák mentén és a színek mentén. Igen, akkor kezdem a színekkel. Kettő fő színt választott ki a Pantone intézet idei nyárra, a világos napsárgát és a világos szürkét, és ez fantasztikus egyébként együtt ez a két szín. Egyébként gyönyörű színek lesznek, én hoztam el színeket, hogy mi lesz az idén. A tavasz típusoknak fog kedvezni, tehát hogyha csak így ránézünk erre a palettára, akkor láthatjuk, hogy ezek nagyon üde, nagyon friss színek egyébként, és a tavaszoknak, a világos, és még a világos nyár típusoknak is nagyon fognak ezek a gyönyörűséges színek kedvezni, mert várjuk, hogy az üzletekbe megjelenjenek. És akkor velünk mi lesz, akik telek? Hát, szerintem, Bori, neked is lesz. Tehát én azt tapasztalom egyébként, hogy oké, hogy megvannak a divat színek, de attól sokkal sokfélébb most a divat, és szinte mindent lehet kapni, és mindenki megtalálja a saját maga igényére. Formailag a váltömés, tehát jön a még nagyobb és még szélesebb, komolyan, és most a vált csúcson lesz a hangsúly, tehát most, és ezek az oversize kabátok, és még plusz váltömés, tehát a pufosúly marad, és ez a rakás, ez akár a könyöktől is kezdődhet egyébként, tehát nem csak föntről, hanem itt alul is rakják már a ruhákat, blúzokat, a bőszáró nadrágnak a divatját éljük, akár elegánsban, akár kicsit lazábban, kényelmesebben. A nőies ruhák, úgyhogy ez nektek is nagyon fog kedvezni, és szerintem mindnyájunknak, és olyan ruhák, amiben a derékvonal látszódik, tehát a nőies vonalak, geometriai minták, a geometriai mintáknak a párosítása, nagy mintákat kicsikkel párosítani, de akár az nagyon nagy geometriai mintások is. A farmer marad divatban, farmerból kiegészítők is, a plisszírozás is marad. Úgyhogy nagyjából ennyi, és mivel a sárga ugye most bejött, így lesznek majd sárga kiegészítők is az üzletekben. Ez izgalmas év elé nézünk akkor, és Adri, te hogyan találkoztál a divattal, ruhakészítéssel, mióta űzöd ezt a szép foglalkozást? Már nagyon régóta, kislánykorom óta tényleg nagyon vonzott a divatnak a világa, úgyhogy így nem is volt kérdés, hogy akkor ezt a szakmát fogom megtanulni. Nagyon szerettem, hogy mindig magamnak már kislánykoromban is elkészítettem a ruhákat, és az olyan volt, ami nem jött velem szembe az utcán. És hát ugye miután elvégeztem az iskolát, akkor utána pedig egy színházban helyezkedtem el itt pályakezdőként, úgyhogy jelmeztervezéssel kezdtem el foglalkozni. Eleinte azt nagyon-nagyon szerettem, mert nagyon egy izgalmas, egy kreatív időszak volt számomra, és utána pedig így létrehoztam így a saját márkámat, ahol már én tervezek és készítek hölgyeknek estélyi ruhákat, menyasszonyi ruhát, vagy alkalmi jellegű ruhákat. És honnan a vonzódás a magyar népi motívumok iránt, hiszen nagyon gyakran csempészed bele a ruháidba, és milyen kicsi a világ, hogy itt találkozunk, hogy a tavalyi évben én is viseltem már a 2020-as dalban a kettőször is igen Adris ruhát, és akkor is a népi vonal miatt kerestünk meg téged, és hát azóta is látom sokszor, hogy szeretett használni őket. Igen, nagyon szeretem, nagyon kedvelem ezt a mintát, és szerintem fontos, hogy megtartsuk ezt a gyönyörű magyar kincset, a magyar motivumvilágot, és én próbálom a modern formában bemutatni ezt a mintavilágot, hogy tényleg, hogy az utókor számára is megőrizzük ezt a vonalat. És Adri, te mennyire figyelsz arra az alkotásra, hogy mik az idei trendek? Becsempészed egyébként a kollekcióba? Figyelek rá, de azért nem ez határozza meg a tervezésemet, hanem tényleg ami úgy belőlem jön, tehát próbálok erre is figyelni, de azért ugye akinek tervezem, az is nagyon fontos szempont, hogy kinek készül a ruha,
meg hogy hova szeretné viselni azt a ruhát, hogy az ő egyéniségét tudja tükrözni, tehát nem feltétlen csak a divat a lényeg, hanem hogy abban jól érezze magát, kiteljesedjen és szép legyen a hölgy abban a ruhában. És ti hogyan találkoztatok, és miként tudjátok egymást inspirálni? Hát én próbáltam divattervezőkkel, illetve ruhatervezőkkel felvenni a kapcsolatot, és az Adrit ajánlotta egy másik divattervező, akivel dolgoztam együtt. Fotózásokra kerestem például tervezőket, amikor fotózást szervezek, hogy az ő ruháikban lehessen fotózkodni, és ez nekik is egy divat vagy ruhatervezőnek is egy jó reklám, és a hölgyeknek is, akik fotózáson részt vesznek, hiszen egyedi ruhákban vehetnek részt, valamint videózásokra is, ugye Adri videókat is készítünk az oldalainkra közösen, és akkor abban mindig bemutatjuk Adrinak is a legújabb kollekcióját, meg stílustippeket adunk hölgyeknek, tehát nagyon jól tudunk együttműködni. Őt már megkendőzted, ahogyan minket? Hát, kendőztelek? Nem, mert de mondtam, hogy milyen színtípus, de ő nagyon jól ráérez egyébként. Ő milyen típusba tartozik? Élénk tavasz. Akkor most itt négy különböző vagyunk most? Igen. Hát nem, mert három tavasz. Ja, igen. Élénk tavasz, világos tavasz, és sötét tél vagy élénk tél. Igen. Végül is különböző. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy a mennyasszonyi ruhatervezés terén mi az, ami örök divat? Ami marad. Fehér. És a hercegnői vonat. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a hercegnős az talán nem is megy ki a divatból, mert mindig vannak olyan hölgyek, akiknek ez az álma, hogy ugye ők úgy menjenek férjhez, hogy mint egy hercegnő, úgyhogy ez marad, de mellette most azért a letisztultabb vonal is nagyon, nagyon menő, ezek a klasszikus A vonalú ruhák, amik tényleg nincsenek túl díszítve, hanem csak ilyen egyszerű, de nagyszerű, gyönyörű anyagokból készült ruhák is most nagyon divatok, de mellette még egy ilyen vagány vonal is, egy nadrágos vonal is most van, vagy ilyen overallokban is mennek férjhez hölgyek. Ehhez még föl lehet venni, teszem azt egy tűlszoknyát a tetejére, és akkor kicsit mégiscsak mennyasszonyosabb lesz a szettje a mennyasszonynak. És a csipke az mennyire van jelen a divatban? Azért van az mindig? Igen, nagyon sokféle gyönyörű csipke van. Vannak ezek a 3D-s virágokkal díszítettek, gyöngyel, strasszokkal, ez van most is, igen. És vannak extravagáns kérések? Találkoztál már ilyennel? Hát vannak, igen. Például mondjuk, mit tudom, hogy fekete legyen a ruha. Mennyasszonyi? Igen. Ja? Igen. Hát vannak ilyen extra kérések, igen, mindig. A ti munkátokat személy szerint hogyan érintette a vírushelyzet? Több lehet, jobban lehetett így otthon lévő munkákat elvégezni? Hát nem tudom, hogy a stílus tanácsadás mennyire ment kevésbé, vagy mi újság van ezekkel? Igen, nyilván nem ugyanolyan hatékonysággal is. Inkább azt mondom, hogy hatékony volt, de az online térbe szorítódott vissza, és a személyes tanácsadásokat ugye szinte teljesen, tehát voltak olyan hónapok, hogy egyáltalán nem lehetett. És az online, tehát meg kellett tanulni online módon is tanácsot adni. Nekem egyébként egy nagyon jó stílusklubom alakult, egy haladó stílusklub, ahol online megy a stílusfejlesztés. És lehet, hogy ez az ötlet nem születik meg, vagy nem valósul meg, hogyha nem vagyunk ennyire az online térbe szorítva, így viszont nagyon jó, és nagyon szeretik is. Tehát mégis van haszna is. Addig is gondolom, többet tudott varni, igen, tervezget. Családdal lenni. Igen. Volt egy kis visszaesés, azt én is tapasztaltam, de most tehát fel kell készülni erre tényleg, hogy talán az online az majd így erősebb lesz. Azért nem tudja kiszorítani a személyes találkozót, hiszen azért ahhoz, hogy én is tervezzek egy egyedi ruhát, azért meg kell ismerkedjek a hölgyel, hogy lássam, hogy tényleg mit szeret, meg milyen az alkata, a személyisége, hogy tényleg olyan legyen a ruha, amilyet ő megálmodott. Azt el szeretném mondani, hogy nekem például most készül egy online webtér, ahol 3D-ben ebben a szalomban megtekinthetőek majd a ruháim. Úgyhogy ez most már nagyon sokat dolgoztunk rajta, és hamarosan majd látható lesz. Jó, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok mindezt, meg elhoztátok a gyönyörű ruhákat mutatóba. Igen. És köszönjük. Köszönjük.